A bűnözők élete remek tud lenni. Tele van izgalommal, és nagyon könnyen szereznek pénzt, csak sajnos ugyanúgy, mint a többi munkához, ehhez se állt egy kevés ész. Mivel a rend éberőrei bármelyik utcasarkon ott leselkedhetnek csak azért, hogy téged lekapcsoljanak. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ha megnézzük a 10 leghülyébb bűnözőt. Az emberek többsége 48 éves korára már felhalmoz valamennyi tudást és bölcsességet. Végül is jó ideje a Földön járnak ekkor már, és volt arra idejük, hogy kialakuljanak ezek a képességeik. Legalábbis a legtöbb embernek. A mai lista 10. helyzetje Dennis Hawkins, aki 48 éves kora ellenére annyira hülye, hogy nem tudja megkülönböztetni egymást a nőket és a férfiakat. Dennis egy szép pennsylvániai reggelen úgy gondolta, hogy tökéletes az idő egy régi módi bankrabláshoz. Mivel minden rabló jól tudja, hogy a sikeres akció egyik legfontosabb szabálya, hogy legyen áruhád, ezért emberünk gondosan ki is választotta, hogy miben megy aznap dolgozni. Csak szegény annyira hülye volt, hogy már ez is problémát okozott neki. Sikerült felvenni egy szőke parókát, egy leopárd mintás női nadrágot, és hogy teljes legyen a kép, még berakott két narancsot is a pólója alá, hogy a mellei is meglegyenek. Ennél nőiesebb nem is lehetett volna, szinte tökéletesen elrejtette a valódi kilétét, éppen csak az arca látszott tökéletesen, és persze az se segített, hogy elfelejtett megborotválkozni. Még a pisztolya se volt igazi, a rablás előtt lopta a műanyagpisztolyt egy közeli játékboltból. Amellett, hogy a rendőrségnek nem volt nehéz dolga az azonosítással, még csak nagy üldöző hadjáratba se kellett kezdeniük, mivel Dennis már a bank mellett az arcába robbantotta a pénzes zsákokba rejtett festékpatront. Szerintetek a rendőrségnek mennyi idejébe telt megtalálni egy szőke parókás, vörös pofájú férfit? Mindenkinek vannak jó és rossz tulajdonságai, ezt el kell fogadnunk. Van, aki próbálja eltitkolni a negatív dolgokat, mások elfogadják azokat, és vannak olyanok is, akik küzdenek ellenük, hogy nap mint nap jobbá tegyék magukat. Klaus az utóbbiakhoz tartozhat, mivel egy kis hiányosság nem állította meg abban, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a céljaihoz. Sajnos ez nem egy hollywoodi sikersztori, mivel az emberünk úgy gondolt, hogy egy sikeres bankrabláshoz nem feltétlen baj, hogy süket. Valószínűleg szájról olvasni se tanult meg jól az évek folyamán, mivel a bank alkalmazottai nagyon hamar rájöttek, hogy mi a helyzet, amikor a kérdésékre teljes baromságokat felelt. Például amikor megkérdezték tőle, hogy kére zsákot, azt felelt, hogy bizony, ez egy igazi fegyver. Végül is majdnem felvette a beszélgetés fonalát. Az alkalmazottak ezután teljes higgadtsággal nyomták meg a vészcsengőt. Szegény Klaus nem is számította arra, hogy amikor megfordul, két rendőr ölelő karjaiban találja magát. A mai világban már nem lehetünk biztosak abban, hogyha valamit meg szeretnénk venni, az éppen van is a boltban. Persze az online vásárlás sokat könnyített ezen, de sok szolgáltatásnál nem állt előre foglalni, hogy beférjünk. Senki se szereti összehívni a baráti társaságot, vagy épp megejteni a várva várt randit csak azért, hogy végül ne férjenek be a moziterembe. Daniel Glenn is hasonlóképp gondolkozott, és mindenképp biztosra akart menni az aznapi terveivel kapcsolatban, ezért amikor kitalálta, hogy kirabolja a hegyi vegyesboltot, előtte felhívta őket és megkérdezte, hogy mennyi pénz van a kasszában. Végül is ez teljesen jogos. Ha csak 1-2 dollár lett volna, azért nem éri meg kockáztatni a szabadságát. Miután megnyugodott, hogy estére már nem lesznek pénzügyi gondjai, délután be is nézett a kedvenc kisboltjába, de pénz helyett szegény rendőröket találtott, akik szívesen elszállásolták egy időre, és még bérleti díjat csak értek. Később kiderült, hogy két másik eset is történt már a környéken, amikor a tolvaj előre odaszólt, hogy csomagolják be neki a pénzt, így azokat is Daniel nyakába varták. Hasonlóan az előző idiótánkhoz, a 18 éves Ruben is imád telefonálni, és hasonló agyi kapacitásokkal is rendelkezik. Az emberünk tökéletesen kitervelte a rablást, el is indult a boltba, csak egy dologgal nem számolt. A bolt nagyon kevés pénzt tartott a kasszában, de volt egy széfjük tele minden földi jóval. Sajnos ezt a széfet az alkalmazottak nem tudták kinyitni, mivel a bolt menedzserénél volt a kulcs. Ezért Ruben üres kézzel távozott. Gondoljátok ti? Ruben ehelyett kért egy szívességet az egyik pénztárostól, ott hagyta neki a telefonszámát és megkérte, hogy amikor a főnök megérkezik, hívják fel, hogy így már a kulccsal bejusson a széfbe. Vannak még rendes emberek, mivel vissza is hívták agyatlan barátunkat, aki pénz helyett bilincset kapott a kezéhez a ráváró rendőröktől. Hatodik díjazottunk Zachary Tantoni, aki igazából inkább szerencsétlen, mint idióta. Az emberünk egyik nap úgy döntött, hogy a kedvenc kisboltjába érve nem otthagyni szeretné a pénzt, hanem sokkal inkább hazavinni, ezért úgy döntött, hogy kirabolja.
Zachary tudta, hogy az egészben a legfontosabb, hogy ne kapják el, ezért rövidre is zárta a munkát, és nagyon hamar távozott a pénzzel. De szegény annyira sietett, hogy menet közben kiesett a zsebéből a pénztárcája, amiben pénz mellett helyet kapott pár irata is, mint például a személyigazolványa. A rendőrségnek természetesen nem került ebben az esetben se sok időbe, hogy eljussanak balkezes barátunkhoz, aki az otthon melege helyett a hűvösön töltötte az éjszakát. Ahhoz, hogy sikeresen elkövess valami bűnt, mindenképp magabiztosnak kell lenned. Nem állhatsz a bank közepén a kezedben egy fegyverrel, anélkül, hogy tudnád, milyen címletekben kéred a pénzt. Ha sikerül megúsznod a bűntényt, akkor pedig könnyen önelégülté válhatsz, és azt hiheted, hogy már soha nem fognak elkapni. Valószínűleg ebbe a csapdába esett Christian Bala is, aki gyilkosság miatt váltott a kényelmes otthonáról börtönre. Christian ugyanis sikeres író, az Amok című könyvét rengetegen vásárolták meg, köztük pár rendőr is. A probléma ott kezdődött, hogy a könyv tartalma kísértetésen hasonlított egy megoldatlan gyilkosságra. Részletgazdagan mutatta be írónk a karakterén keresztül, hogy hogyan zajlott le a gyilkosság. Persze önmagában ezért nem tartóztatnak le senkit, de a könyvben leírtak elvezették a rendőröket valós nyomokhoz a gyilkossággal kapcsolatban. Így végül le tudták zárni az ügyet, és Christian azóta is otthonos cellájában tengeti mindennapjait. A rendőrök még terveket is találtak Christian számítógépén egy újabb gyilkossághoz, hogy legyen miről írni a következő könyvében. Ha már bűnöző vagy, jobb, ha távol tartod magad a rendőrségtől, vagy minden olyantól, ami bajba sodorhat. Nos, ezt nem mindegyik lángelme gondolja így, például a mi kis kedves Eloizunk se. Szegénynek csak annyi volt a bűne, hogy néha szeretett fogyasztani egy kis kokain. Bár a képei alapján lehet gyenge kifejezés az, hogy néha. Eloiz éppen a napi adagját szerette volna elfogyasztani, amikor rájött, hogy borzalmas minőségű kokain sikerült vásárolnia. Alapesetben a fogyasztóvédelemhez fordulnánk, ha átvernek, de ők nem tudnak sok mindent kezdeni egy drogdillerrel, ugye? Báránykánk is hasonlóképpen gondolkozott, ezért egyből a rendőrségre ment panaszkodni a rossz minőségű áru miatt, majd elővette a zsebéből és letette a rendőrök elé, hogy vizsgálják meg. Instant előzetesbe is vágták drogbirtoklásért, de szerencsére 1500 dollárért cserébe ki is engedték azóta. Ahogy a mondás is tartja, akinek rövid az esze, annak legyen not esze. Nos, Jonathan habár nem akkora író, mint Christian, azért egy naplóra futotta a képességeiből. Sajnos annyira ostoba volt, hogy az álmai mellett leírta a napi teendőit is, amivel önmagában még nem lenne gond, de Jonathan teendői közé tartozott az, hogy elmenjen egy kisbolt kirablásához. Miután a rendőrség elolvasta a naplót, sikeresen rábizonyították a rablást, amiből sofőrként vette ki a részét. Mikor letartóztatták, persze megpróbált védekezni, és rá akarta kenni az egészet az egyik haverjára. Nem hiába mondják, hogy vannak dolgok, amiket okosabb nem leír. Ha létezik a bűnözők kézikönyve, biztos vagyok benne, hogy tele van hasznos tanácsokkal, mint például, hogy húzd maszkot egy bankrabláshoz, vagy ne aludj el a házban, ahova betörtél. Szegény Mark nem valószínű, hogy könyvbolond, mert hozzá nem jutott el ez az információ. Miközben a ház tulaja a földszinten vasalt, emberünk betölt az emeleten, és bele is kezdett a munkába. De hát a kemény munka után jól esik a pihenés, úgyhogy Mark ki is használta az alkalmat, és lefeküdt aludni. De szerencsére jól elbújt, az ágy alá feküdve. Mikor Mrs. Stephenson benyitott a szobába, nem kis meglepetésére két lábat látott kilógni az ágy alól. Abban a pillanatban fel is hívta a rendőröket, akik boldogan begyűjtötték a vállalkozó kedvű fiatalembert. A börtönben majd rengeteg ideje lesz aludni. Mai első helyezettünk Derek lett, aki igazi amerikai létére imádja a baseballt. Annyira, hogy persze még saját ütője is van, amivel a kertjében gyakorol. De mi van, ha épp másra használja? Derek gondolt egyet és elindult kedvenc játékszerével kirabolni az egyik helyi kisboltot, hogy megoldja a pénzügyi problémáit. Csak épp a helyszínválasztás alatt egy icipici problémája, mert szerencsétlen idióta egy fegyverboltot szeretett volna megfosztani a napi bevételétől. Hogy mennyire hasznos fegyver a baseballütő egy lőfegyverekkel teli boltban? Nem igazán. A bolt tulajdonosa gondolkodás nélkül előrántotta a saját fegyverét és ott tartotta Derek barátunkat, amíg a rendőrök meg nem érkeztek. Egy fegyverboltos fickó, akinek van saját pisztolya? Sose gondolnék arra, hogy ilyen létezik. Derek természetesen meg se próbált futni, hamar rájött, hogy kényelmesebben ül majd a sitten, ha nincs a fenekében töltény. Mára ennyit a 10-es listáról, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb videóimról.